szeretnék megkérni mindenkit, akinek van iPhone-ja, hogy álljon föl. Nagyon jó. Esetleg akinek iPad-je van, az is felállhat. Maradtok állva, nagyon jó. Vannak olyan jó. Oké. Jó, akkor most mindenki álljon föl, akinek nincs. És akkor megvan egy kis mozgás, nem? Úgy, nagyon jó, köszönöm szépen. Jó. Pár dologgal kezdem. Ugye meg lett hirdetve a téma, hogy miről fogok beszélni. Ennek jó kis háttértörténete van, hogy nem én találtam ki a témát, mert én szabadságon voltam. És a kollégák nem hívtak föl, ezért kitalálták, hogy miről fogok beszélni, de most én nem arról szeretnék beszélni. Ezért nagyon sajnálom, hogyha valaki pont erre várt, de részben lesz róla szó. Oké, lássuk. Csalánki Benyámin vagyok, páran már ismertek, most először vagyok itt, de ki tudja, hogy leszek-e még. Jelenleg a CL szoftvernél vagyok vezető iOS fejlesztő, több mindent nem nagyon fogok beszélni magamról, 12 éve foglalkozok Objective-C-vel, 4 éve ebből iOS-szel, és a végén erre az e-mail címre fogadok bármilyen kérdést, mármint a rendes kérdések után otthonról. Jó, kezdeném egy kicsit az Objective-C történetével. Elég érdekes háttértörténete van, mert különböző nyelvek összegyúrásával alakult ki. 40 évvel ezelőtt ugye kialakult a C nyelv, amihez a jó érdekes nevű kollégák, Dennis Ritchie, akinek az énekeshez semmi köze nincs, illetve Ken Thompson munkásságából indult ki ez az egész. A C-ről ugye azt tudjuk, hogy procedurális nyelv, ami a mai objektumorientált világban nem igazán a legjobb dolog. Utána 70-es években a híres Xerox Parkban elkezdtek dolgozni Alan Kay és Dan Ingalls a Smalltalk nevezetű nyelven, ami egy objektumorientált nyelv volt, üzenetküldések az objektumok között, és mindenféle egyéb nyalánkság. Ennek a érdekesebb részeit építették rá gyakorlatilag az Objective-C-re. A 80-es években volt Brad Cox barátunk, és Tom Love, akinek Tom Joneshoz megint nincs köze, bocs, a zenét azt szeretem, de valahogy beleviszem. Ők gyakorlatilag összedolgozták a C-t a Smalltalk-kal, és így lett az Objective-C nevezetű nyelv. Ugye 100% C nyelv, tehát egy strict supersetről beszélünk, illetve objektumorientáltsággal lett kibővítve, teljesen más megközelítésben, mint például a C++ tette ezt. Azt már az előbb említettem, hogy üzenetküldéssel kommunikálnak az objektumok egymással, lesz még róla szó, de az a lényeg, hogy dinamikus a nyelv, és ezért előfordulhat az, hogy küldünk egy objektumnak egy üzenetet, és az objektum nem fog tudni rá válaszolni, mert nem fordítási időben dől ez el, hogy tud-e rá. Na, még egy kis érdekességként, hogy miért pont az Objective-C lett a ugye 40 évvel ezelőtti nyelveknek a keverékéből kialakult nyelv lett a mostani modern smartphone-oknak az operációs rendszerében használt nyelv. Kezdjük egy kis történetleckével. 76 áprilisában a fent nevezett úriemberek a garázsukban megalapították az Apple Computert. Ezt gondolom nem kell bemutatni a céget senkinek, ezért nem is fogok róla beszélni. 77-ben csináltak belőle egy részvénytársaságot, amiben Ronald Wayne kemény $800 eladta a saját részét, amit lehet, hogy most már sajnál. Illetve jött Mike Markula, aki egy milliómos volt, és ő adta az alaptőkét a cégnek. Mark Markula, amikor elkezdett kiöregedni a témából, akkor kereste a vezér egyéniséget a céghez, és Steve Jobs-zal együtt áthozták John Scully-t a Pepsi-től, hogy ő vezesse a céget. Azért mondom ezt el, mert utána Jobs-ot ugye kirúgták, nem kirúgták, hanem gyakorlatilag fölmondott a cégnél, mert John Scully-val belső vitába keveredtek. Túlságosan forró fejű volt Jobs bácsi. A lényeg az, hogy a Nextet megalapította még abban az évben egy pár Apple-es alkalmazottal,
és a Next-nél kapcsolódunk be az Objective-C-be, mert az ő operációs rendszerük volt a Nextstep. A cégről érdekes dolgokat lehetne még mesélni, például azt, hogy különböző eléggé speciális és nagyon drága célhardvereket készítettek. Ilyen Next gépeken írták például a Wolfenstein 3D és a Doom-nak az első verzióit. De ami számunkra érdekes, hogy a Nextstep az különböző dolgokból áll össze. Az egyik az, hogy ez egy BSD Unix alapú Mac-kerneles operációs rendszer. A megjelenítéshez DisplayPort scriptet használ. Majd beszélni fogok róla, hogy átvették ezt utána az OSX néven az Apple, amikor átkerült hozzájuk, ők utána ezt PDF-re módosították. Ugye az Objective-C nyelv, ahol most bekapcsolódunk, és az egész runtime, illetve adtak hozzá ilyen objektumorientált fejlesztő környezetet és apikat is, illetve, igen, ezt most mondtam. Jó, na nézzük, 96-ban bajban van az Apple, mert 95-ben ugye kijött a Windows 95, mindenki nagyon szerette, és hát előrébb volt, mint az akkori macOS, mert mondjuk nem volt benne preemptive multitasking, meg egyéb nyalánkságok. Volt nekik egy belső projektjük, a Copland néven, ami évekig húzódott, és aztán nem lett belőle semmi. Aztán megnézték, hogy a BE Computernek meg tudják-e venni az operációs rendszerét, vagy a Next-ét, aztán végül is úgy döntöttek, hogy felvásárolják a Next-et, és így Steve Jobs visszakerült az Apple-hoz. Na, 2001-ben kiadta az Apple a macOS 10-et, az első verziót, ami azóta már a 10.8-nál tart. Ez gyakorlatilag a Nextstep-nek a framework-jeire épül, amit elneveztek Cocoa-nak, még föl lehető benne a Nextstep, mert az objektumok, az osztályok azok NS prefixel kezdődnek. Utána, hogy eljussunk már lassan az iOS-hez is, 2007-ben megjelent az iPhone, illetve az operációs rendszere, aminek akkor még neve se volt, de egyszerűen azt mondták, hogy az OS X fut az iPhone-on. Ez egy zárt rendszer volt, abban hittek, hogy webes felületen keresztül lehet rá alkalmazásokat fejleszteni, amire szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy nem jött be nekik, és ezért 2008 márciusában bejelentették, hogy az új Xcode-dal, ami a fejlesztőkörnyezet náluk, megjelenik az SDK hozzá, akkor még iPhone OS-nek hívták, mondjuk én itt iOS-t írtam, de az mindegy, és gyakorlatilag a Cocoa framework-re épülő Cocoa Touch framework-öt adták hozzá. Na, ez volt egy ilyen kis rövid nyelvi bevezető. Bocs. És nézzük meg, hogy az Objective-C-nek, mint nyelvnek milyen sajátosságai vannak, miben tér el más nyelvektől. Ami rögtön szembe tűnik, az a szintaxis. Akiknek eddig mutattam a nyelvet, azok közül, hát, hogy is mondjam, mindenki először szörnyűködve nézett rá, hogy mi ez, hogy nem pontokkal megyünk, meg szögletes zárójel, meg mit tudom én, meg nem. Na mindegy, szóval meg fogom mutatni, hogy mik vannak, de ez más a megszokott nyelvekhez képest. Azt ugye már mondtam, hogy kiegészítjük a C nyelvet, és ez egy teljesen szigorú C kompatibilitás, ami azt jelenti, hogy sima C programot is fordíthatunk Objective-C-s fordítóval. A nem objektumorientált feladatokat, azokat sima C-ben lehet írni. Tehát írunk egy for ciklust, akármit, teljesen jó, a C-ben megszokott dolgokat használjuk. Az objektumorientált feladatokra viszont üzenetküldéssel kommunikálnak egymással az objektumok. Na nézzük ki, hogy néz ki egy üzenetküldés. C++-ban egy ilyen szimula stílusú dolog van, gyakorlatilag arról van szó, hogy fordításkor a kódnak egy bizonyos részére mutat a metódus hívás. Ezáltal gyorsabban fog futni, mint egy Objective-C-s alkalmazás, viszont a dinamizmust azt teljesen mellőzni kell ezáltal. Az Objective-C-ben az üzenet viszont futásidőben dönti el, hogy hova fog. Tehát az objektum futásidőben értékeli ki a neki küldött üzenetet, hogy tud-e rá válaszolni, vagy sem. Az üzenet itt gyakorlatilag metódus hívást jelent. Pontosan. Kivételt dobunk, hogyha nem sikerül, vagy vannak egyéb lehetőségek, arról később beszélünk.
Na nézzünk egy C++ szintaxist, ami gyakorlatilag mondjuk C-sharpban, meg Java-ban mondjuk a nyilacskát kicseréljük egy pontocskára, és nagyjából ugyanitt tartunk. Ugye az objektumnak küldünk, vagy meghívjuk a metódusát egy valamilyen argumenttel. Ugyanez Objective-C-ben látjuk a kettős pontokat, meg a szögletes zárójeleket, meg amiket mondtam már az előbb. Itt még teljesen könnyűnek tűnik, aztán lehet ezt még tovább fokozni, ugye több paraméterrel, meg visszatérési értékekkel, meg mit tudom én. Odáig is eljutunk mindjárt, de először megnézzük, hogy lehet szétbontani. Gyakorlatilag implementációs és interfész blokkokra bomlik szét egy ilyen osztály, amiket H és M fájloknak szoktunk nevezni. Nem muszáj külön fájlokba pakolni, de hogyha mondjuk az egyik osztály a másik osztályt szeretné használni, és akkor be akarjuk importálni, akkor érdemes a headert megadni hozzá. Jó, igen, ezt most mondtam. Az interfész az a H, mint header állományra bomlik, és az M az a régen messages-ből kialakult rövidítés. Na nézzük, így néz ki egy header. Látszik a tetején, hogy kell megjelölni azt, hogy milyen osztályból származunk. Az osztálynevünket megadjuk, kettős pont és mögötte az ős osztályt. Utána egy ilyen blokkban meg tudjuk adni a belső változókat, hogyha szeretnénk azokat valahogy megadni. Utána pedig jönnek a függvény definíciók. Vannak itt előtte mindenféle plusz meg mínusz jelek, nagyon érdekesek, arra való, hogy megkülönböztessük azt, hogy ez az adott metódus, ez egy osztálymetódus, vagy egy példánymetódus. Az osztálymetódusok ugye nem tudnak hozzáférni a belső változókhoz, stb. A plusz jellel jelöljük ezeket. Ahogy látjuk, az elején van egy visszatérési érték zárójelben, amennyiben ez void, akkor azt el is lehet hagyni, és a metódusnak a neve. Utána pedig van egy paraméter név, vagyis a függvény név, kettős pont és a paraméter típusa, és a paraméternek a neve. Alatta látunk egy mínuszosat, ami ugye egy példány metódus, és ott látjuk azt, hogy még sokkal több szöveget kell írni ahhoz, hogyha több paramétert akarunk megjeleníteni. Elsőre elrettentő lehet az, hogy elég sokat kell gépelni, viszont sokkal olvashatóbbá teszi a kódot, és el lehet nevezni a függvény névben a paraméter neveket is. Tehát sokkal olvashatóbb lesz a végén. A fönti az ugye csak egy általános dolog volt, itt van egy példa, ahol például egy range-et adunk meg két intel, ahol látjuk azt, hogy start és end névvel vannak elnevezve, aztán látunk mindenféle pointeres vadságokat, például a string típusnál, és ott egy annak is voidos a visszatérése. Na mindegy, nézzünk egy implementációs fájlt. Ugye ez is ilyen kukac implementation és kukac end közé van bezárva, mint az előzőnél az interfész és az end közé. Nem túlságosan érdekes a leírása, viszont van itt egy példa is, ahol láthatjuk azt, hogy ezeket az üzenetküldéseket saját magunkra is tudjuk használni. Példányosítás. Az egy kétlépéses folyamat az Objective-C-ben. Először is le kell foglalni a memóriát, allokáljuk, és utána inicializáljuk a dolgot. Következőképpen itt egy különböző módokon lehet. Az elején látjuk a legelsőben, az egy teljesen általános dolog, ez az allok. Tehát először allokáljuk az objektumnak az osztályát, és utána, tehát abból gyakorlatilag lefoglalunk egy példányt, és inicializáljuk, ami a konstruktora, konstruktor meghívás gyakorlatilag. Alatta pedig lehet paraméterrel is, hogyha speciális dolgot szeretnénk csinálni, illetve vannak ilyen úgynevezett convenience metódok, amikor osztálymetódusokkal lehet egy autorelease-elt objektet visszakapni. Erről az autorelease-ről majd beszélni fogok még később. Jó, protokollok. Ez a nyelvnek egy elég fontos tulajdonsága. Gyakorlatilag arról két részre lehet bontani, van egy informális protokoll és egy formális protokoll. Az informális protokoll egy függvényeknek a listáját jelenti, amiket egy adott osztály megvalósíthat. Ennek a segítségével lehet
a többszörös öröklődést részben megvalósítani objektív célben, amit ugye alapból a nyelv nem támogat. Ilyenek például a delegate patterneknél, amikor ott használunk ilyen informális protokoll. Van a formális protokoll, ami hasonlít a Java-ban használt, meg a C-sában használt interfészekhez. És ez az interfész nem összekeverendő az Objective-C-ben használt interfész kifejezéssel. Itt látjuk, hogy a protokollra hogy hivatkozunk, gyakorlatilag a kacsacsőrök közé tudjuk kell megadni, hogy milyen protokollt akarunk mi. Tehát ez az osztály milyen protokollnak akar megfelelni. Dinamikus volt a nyelvnek, következik. Azt ugye már mondtuk, hogy üzenetküldéskor lehet dinamikus. Ez azt jelenti, hogy ugye elküldjük az objektumnak az üzenetet, és az objektum futásidőben fogja kiértékelni, hogy tud-e vele valamit kezdeni. Alapból ugye dob egy exception-t, hogy nem tud vele foglalkozni, de be lehet állítani rajta azt, hogy ő továbbítsa ezt az üzenetet, ez az úgynevezett message forwarding, és ő keres egy másik osztályt, ami esetleg tud vele foglalkozni. Változóknál is lehet használni ezt a dolgot, mert ugye előfordulhatnak olyan dolgok, hogy futásidőben nem tudjuk azt, hogy az adott metódus az milyen típusú változót vár, vagy amit átadunk neki, az micsoda. Erre bevezettek egy ID nevezetű típust. Na nézzük ezt, hogy ez hogy néz ki. Tehát van egy setMyValue nevezetű metódusunk, amiben látjuk azt, hogy a foo nevezetű paraméter egy NSNumber típusú szám lenne, és megvan az is határozva, hogy az NSCopying protokollt implementálnia kell ennek az adott változónak, amit átadunk. Abban az esetben, hogyha egy olyan változót adunk át neki, akkor a fordító szólni fog, hogy ahó, ez nem az, amire nekünk szükségünk van. Ha mondjuk csak így jelölnénk, tehát kihagyjuk a protokollt, akkor ugye bármilyen számtípusú értéket át tudunk neki adni. Aztán van ez az ID, innentől kezdve ez bármilyen objektum lehet, amit bármilyen osztály lehet, csak az a lényeg, hogy a copyingnek, meg NSCopyingot implementálnia kell, és van a sima ID, és ott akármi lehet. Tehát így adhatunk át neki numbert, adhatunk át neki stringet, és utána a metódus meg majd eldönti, hogy mit kezd az adott objektummal. Ugye futásidőben le lehet ezt kérdezni, hogy ez most milyen típusú, stb. Forwardingról már beszéltem, igazából azt már elmondtam, ezen gyorsan átmászunk. Jönnek a kategóriák. Kategóriák is elég érdekes dolgok, arra nyílik lehetőség velük, hogy egy adott osztályt, függetlenül attól, hogy ismerjük-e a forráskódját, ki tudjuk bővíteni újabb metódusokkal. És ez ugye futásidőben az alkalmazásban az őt meghívó osztályok számára teljesen ismeretlen lesz, hogy láthatatlan lesz, hogy ők tudnak-e valamit kezdeni ezzel, vagy sem. Na nézzük. Igen, nem, ezt mondtam, nem kell ismerni az osztály forráskódját, nem kell újra fordítani az osztályt. Ezt már mind elmondtam, olyan ügyes vagyok. Na nézzük. Ja igen, fontos, hozzáférhetnek példányváltozókhoz, viszont nem tudnak sajátokat, újakat deklarálni. Posing és swizzling. A posing az egy már deprecated technológia, de elmondom, mert érdekes volt a nyelvben, hogy egy osztály elmondhatta magáról, hogy ő az adott alkalmazásban egy másik osztály szerepét szeretné ellátni. Tehát el lehetett azt vele érni, hogy mondjuk csinált valaki egy saját objektumot, és azt szerette volna, hogy ő az alkalmazáson belül NSString osztálynak látszódjon. Innentől kezdve minden NSString osztályos hívás az abba a saját kis osztályunkba futott be. Ezt ugye, mint írtam, a 64 bites architektúraváltás és a OS X 10.4 óta nem támogatjuk, viszont létezik, előtte is létezett, és most is van ez az úgynevezett method swizzling, amivel gyakorlatilag az egy metódusnak az ISA pointerét, ami gyakorlatilag a function pointere, azt át lehet irányítani egy másik metódusra, így gyakorlatilag futáskor ki lehet cserélni egy metódust egy másik metódusra. Így be lehet épülni egy meglévő osztálynak a... Így is ki lehet bővíteni egy meglévő osztálynak a
valamelyik metódusát. 2006-ban járunk közben, amikor az Apple bejelentette, hogy ő szépen Objective-C2.0 néven kibővíti a nyelvet különböző, hát fontosnak nevezhető dolgokkal. Ezek közül a kevésbé fontosabb volt a Garbage Collection bevezetése, kizárólag OSX-en, az iOS-es verzióban ez nem is szerepelt. Azért mondom, hogy kevésbé fontos, mert 10.8-as operációs rendszer óta deprecated lett a Garbage Collection, és meg is fog szűnni a jövőben. Egy vadonat új ARC nevezetű metódus hivatott kiváltani, arról a legvégén fogok még egy pár szót szólni. Bevezették az úgynevezett propertiket, és ezzel bejött a dot szintaxis is a képbe. Gyakorlatilag a propertik azok publikus osztályváltozók, amiket el lehet érni ezzel a dot szintaxissal, amit a Java-ban meg akárhol ismerünk. 64 bites támogatást, ugye csak az OSX-ben, mert az iOS-es készülékek azok jelenleg még 32 bitesek. Fast enumeration-t, és még egy pár dolgot, amit most nem emeltem ki. Na nézzük, propertik. Ugye ezt már elmondtam, publikus példányváltozók, osztályt mondtam, de példány. Igen, tárolási szemantikát be lehet állítani, hogy ez most a retainelve legyen ez az objektum, vagy csak a pointerét tároljuk. Írási, olvasási jog állítható, tehát hogy read-only az az adott property vagy sem, illetve szálkezelés szempontjával is be lehet állítani, hogy atomik vagy non-atomik legyen, hogyha atomik, ez az alapbeállítás, akkor azt a property-t, hogyha megpróbáljuk elérni, akkor addig egy lock kerül rá, és nem tudjuk más szából elérni, ameddig be nem fejeztük. És gyakorlatilag arra valók a propertik, hogy automatikus getter és setter accessorokat generál le nekünk a fordító hozzá, dot szintaxis. Itt nézzünk egy kis példát hozzá, tehát ez a kukac property compiler direktíva segítségével lehet ezeket megadni. Beírjuk azt, hogy mondjuk ez a string ez egy non-atomikus legyen, és hogyha értéket adunk neki, akkor nem az adott pointert nem tárolja, vagy nem retaineli, hanem csinál belőle egy másolatot, és az lesz majd neki az értéke. Illetve van ott egy sima read-only property, ami egy int típusú blokkok. Erről egy sorba fogok beszélni, mert ez egy elég bonyolult és összetett, és elég jó feature-e a nyelvnek, csak körülbelül kétszer annyit lehet róla beszélni, mint most összesen. Gyakorlatilag ezek ilyen belső függvények a nyelvben. Leírom, hogy mikortól elérhető. Jó, na nézzük, elérkeztünk a memória management témához. Ez az a téma, amiben szerintem a legjobban eltér a különböző ismertebb és gyakran használt nyelvektől. Ugye azt mondtam, hogy 2006-ban vezették be a Garbage Collection-t, amit gyakorlatilag nem használunk. Helyette ezt a referencia számláló menedzsmentet miért nem használjuk? Azért nem, mert a ciklikus hivatkozások feladására nem egy tökéletes megoldás, nem mintha a másik megoldás tökéletes lenne, de arra nem teljesen alkalmas. Az objektumok élettartalma hosszabb, mint kellene, mert meg kell ugye várni azt, hogy a GC-nek az algoritmus az végigjárja az objektumokat, és eldöntse azt, hogy mikor szabadulhat fel egy objektum. Fontos dolog, nem zárja ki a memory leak-et. Lassan is jelent meg, de lassú is. Mármint lassabb, mint hogyha manuálisan mondjuk meg neki, hogy melyik objektumra mikor nincs szükség. Illetve pont azért, mert van egy külön szál, ami mászkál végig a memóriát, és nézi, hogy miről van szó. Ezért blokkolhatja a GUI-t is, amire az Apple-nél nagyon allergiásak, és ezért mi se szeretjük. Referencia számlálás. Mit jelent? Ez egy új szóról van, szót kell megtanulni, ez a retain count. Egy objektumnak gyakorlatilag, ha létrehozunk egy objektumot, vagy azt akarjuk neki megmondani, hogy ezt az objektumot mi mindenféleképpen használni akarjuk, akkor ennek a retain countját kell növelnünk. Egy objektum akkor szűnik meg, hogyha a retain countja leesik nullára. Ezután hívódik meg a destruktora, a dealloc metódus. A lényeg, hogyha létrehozunk egy objektumot, akkor a retain countunk automatikusan egyre nő.
hogyha jelezzük már a rendszernek, hogy nincs rá szükségünk, küldünk neki egy release vagy egy auto-release üzenetet, akkor ez csökken egyel, ez a retain count, addig, ameddig ugye le nem ér nullára. Itt egy példa, ugye allokinittel egyre vált a retain countunk, és release-eljük, és akkor már is nulla, és megsemmisült. Hogy lehet növelni a retain countot? Különböző módokon, létrehozásnál erre van ugye a allok, vagy a new. A new az gyakorlatilag az alloknak és az initnek a összegyúrt változata. Én nem nagyon találkoztam még vele éles kódban, de előfordulhat. És van a copy, ami ugye nem, ha az adott objektumot, ezt már mondtam, csinál belőle egy másolatot. Jó. Használat közben is lehet növelni a retain countot, erre szükség lehet több esetben is, az pedig egy az objektumnak küldött retain message-gel lehet növelni. Hogy lehet csökkenteni? Ugye mondtam már a release-t, illetve van az auto-release. Az auto-release egy sajátossága megint csak a nyelvnek, az azt jelenti, hogy én szólok a rendszernek, hogy nekem nincs már szükségem erre az objektumra, viszont azt nem tudom, hogy a rendszer mikor fogja ezt a retain countot csökkenteni. Vagyis tudom, hogy mikor, amikor az úgynevezett auto-release poolok felszabadulnak, azokról is lesz mindjárt szó, de számomra teljesen transzparens, hogy ez, vagy nem transzparens, hogy ez mikor fog történni. Amikor megsemmisül az auto-release pool, akkor lesz erről szó. Ezért soha nem használjuk, Tomi mosolyogjál, mert nálad tanultam ezt a dolgot, ha mikor használjuk a retain count metódust, van egy tök jó weboldal, majd a végén megmutatom, gyakorlatilag az van ráírva, hogy never. Nem, mert nem tudhatjuk azt, hogy az az érték, amit visszaad, az mennyire valós szám, mert nem tudjuk azt, hogy hányan hivatkoznak rá, és mikor fogják feladni a hivatkozást. Itt a lényeg, ezt nem is akarok külön kiemelni még egyszer, hogy ahányszor növeljük a retain countot, annyiszor kell csökkenteni. És ezzel gyakorlatilag ez a memória management lényege. Létrehozzuk az objektumot, megsemmisítjük az objektumot. Ha mondjuk neki, hogy retaineljük, akkor release-elnünk is kell. Auto-release poolok. Az auto-release poolok, amikor létrehozzuk őket, akkor az összes olyan objektumnak, amit a létrehozása és a megsemmisítése között, amiknek küldünk egy auto-release message-et, igen, azok akkor fognak gyakorlatilag, akkor fogják csökkenteni a retain countjukat, amikor dréneljük ezt a poolt. Az app-kit alapú, illetve a UI-kit alapú alkalmazásoknak a alapból létrehoz a rendszer egyet. Az alkalmazás indításakor és a kilépéskor pedig azt dréneli. Lehet sajátokat is létrehozni, például, hogyha egy for cikluson keresztül sok objektum jön létre, és sokat meg akarunk gyorsan szabadítani, vagy fel akarunk szabadítani, mert nem lesz rá több szükségünk, akkor nem akarjuk ugye a memóriánkat, ami ugye egy mobil készüléken eléggé, hogy is mondjam, nincs belőle túl sok. Ha ezt nem akarjuk, hogy ezt teleszemeteljük, akkor egy ilyen poolba beágyazva gyakorlatilag fel tudjuk rögtön szabadítani az objektumokat. Ha nyitunk új szálat, annak is létre kell hoznunk egy saját auto-release poolt. Na, ciklikusság. Hogyha egymást retaineli két objektum, akkor soha, de tényleg soha nem fog felszabadulni, kivéve amikor ugye az alkalmazást lelőjük, és akkor ugye minden általa lefoglalt memória rész felszabadul. Erre van egy pattern, amit használunk, ez a delegetes pattern, amivel a delegáló objektum az retaineli azt az objektumot, aminek ő a delegetje, és az az objektum pedig csak egy úgynevezett weak referenccel, tehát csak a pointerét tárolja el annak az adott objektumnak. Így, hogyha megsemmisül a deleget, akkor ő megsemmisíti a saját kis hivatkozásait, és akkor nem lesz ciklikusság. És az ARC, amiről beszéltem, ez gyakorlatilag az Automatic Reference Counting, amit tavaly vezettek be, ha jól emlékszem, vagy 2011-ben, most már 13-ban, igen, vezette be az Apple. Ez gyakorlatilag fordításkor fogja és beírja a programozó helyett a retaineket és a release-eket a megfelelő helyre. Innentől kezdve egy csomó dolog tilos. Jó, oké. Okay. Lion-től és iOS, nem tudom, 5-től, igen. Elérhető. Nem garbage collection-ről van szó,
mert nincs futáskor olyan folyamat, ami lassítaná a rendszert, vagy vizsgálná az objektumokat a memóriában, hanem egyszerűen fordítási időben kerülnek bele ezek a dolgok. Viszont ugye nem oldja fel a ciklikus hivatkozásokat sem, arra figyelni kell. Ezért tilos használni a retained release és auto release üzeneteket. A dialog metódus, ugye az volt a destruktor, arról beszéltem, azt eddig ugye mindig, hogyha voltak olyan objektumok, belső változók, amiket mi ott használtunk, azokat a dialogban szépen föl kellett szabadítgatni. Most gyakorlatilag csak akkor hívunk meg dialog metódus, hogyha valami nagyon speciális dolog van, például egy notification centerre be vagyunk iratkozva, hogy kapjunk különböző üzeneteket, és erről leiratkozni a dialog metódusban kell, viszont a Supernek az implementációját nem kell már meghívni. És van ez az úgynevezett Zeroing Weak References, ami szintén ennek az ARC-nek egy új tulajdonsága, hogy létre lehet hozni olyan propertiket, amik weak-ek, viszont amikor megszűnik az objektum, amire mutatnak, akkor automatikusan nil-re kapcsolnak, azaz egy üres pointer lesz. Eddig ugye ez nem így volt, hanem előfordulhatott az, hogy a pointer az még arra az adott memória területre mutatott, ami alatt már az objektum megszűnt, és amikor megpróbált az ember hivatkozni rá, akkor viszlát. És akkor gyorsan elhadartam a dolgokat. Nem tudtam, hogy hány ember az, aki konkrétan foglalkozik. Na jó, egy pár emberről tudom. iOS fejlesztéssel, ezért egy teljesen általános dolgot mondtam, de a jövőben, hogyha van rá igény, akkor speciális elemekbe is nagyon szívesen belemehetünk.